Minden szentek és halottak napján több százezren kelnek útnak. A megnövekedett forgalomra a rendőrség is készül. Azt tanácsoljuk a közlekedőknek, hogy ne adják az utolsó pillanatra a temető látogatást. Minden évben nagy tumultus szokott ilyenkor a temető környékén kialakulni, és bár mindenütt ott leszünk, hogy segítsünk, sok kellemetlenség kerülhet el, hogyha megtervezzük az utazást. Ne megszokásból vezessenek, a legtöbb nagy temető környékén ideiglenes forgalmi rend kerül kialakításra, parkolóhelyek kerülnek kijelölésre, és a legtöbb nagy temető környékén karos forgalom irányításra is kell számítani. Nem csak az autós forgalom növekszik meg ilyenkor, de a buszokon, villamosokon is nagyobb tömegre kell számítani. A zsúfolt járműveken pedig jóval több lehet a zsebtolvaj. A temető környékén gyakrabban fordulnak elő gépkocsi feltörések és zseblopások is. A tolvajoknak a legtöbb esetben elég néhány másodperc ahhoz, hogy megszerezzék a kiszemelt zsákmányt. Ami könnyen megszerezhető, a tolvajnak a figyelme mindig arra irányul. A síron hagyott táska, ugye, ami kisértékű lopás, de hogyha már abban bankkártya van, ha már abban jelentős készpénz van, bizony ez hiányozni fog. A rendőrség azt tanácsolja, mindenki csak a legfontosabb dolgokat vigye magával a temetőbe. Elindulás előtt pedig győződjenek meg arról, hogy valóban bezárták-e a lakást. A tolvajok ugyanis szinte azonnal felfedezik, ha egy ablak vagy ajtó nyitva maradt. Ha valakit mégis bajért, azonnal tegyen bejelentést a 112-es központi telefonszámon. Vendéglátás a Hegyvidéken címmel rendezték meg az idei helytörténeti vetélkedőt a kerületi időseknek. 5-5 fős csapat jutott be a döntőbe és adhatott számot tudásáról a Hegyvidék galériában. Ennek a mai vetélkedőnek a tematikája a hegyvidéki vendéglátás, ami még 97-ben jelent meg egy Hegyvidéki vendéglátás című könyv a Hegyvidéki Lapkiadónak a gondozásában, és annak az tulajdonképpen a anyagára alapoztuk ezt a mai vetélkedőt. A helytörténeti vetélkedő zsűriánöke idén Kovács Lajos alpolgármester volt. Miért fontos? Van ennek egy helytörténeti része, ami miatt fontos, hiszen szokták mondani, nem ismerjük a múltunkat, úgy nehéz jövőt építeni, de ami miatt ez különösen másabb vagy kiemeltebb az az, hogy nem a diákokat, nem a gyerekeket találtuk meg ezzel a vetélkedővel, ott már ennek megvan egy régi hagyomány, évtizedes hagyománya, hanem az idősebb generációt. A vetélkedőt a Hegyvidéki Gondozási Központokkal kapcsolatban álló idősek számára hirdette meg a helytörténeti gyűjtemény. Így azok számára is eljutottak vízkérdéseket, akik nem tudtak részt venni a Hegyvidék galériában szervezett vetélkedőn. Az első helyezett az egy vacsora meghívással, illetve könyvekkel fog gazdagodni, a második helyezett ebéd meghívással, a harmadik helyezett pedig múzeumi belépőkkel. De természetesen a negyedik, ötödik helyezett is díjazásban részesülő könyveket kapnak. A házi segítségnyújtásban részesülők vízlapjait is értékelni fogják a versenyszervezői. Ők könyvjutalomban részesülhetnek. Feszültség, sokszínű, mégis egyedi stílus, műfai sokrétűség. Ez jellemzi leginkább Károlyi András grafikáit. A 60-as évek óta alkotó művész több száz képet készített, most ezekből nyílt válogatás a Barabás Villa galériában. Az alkotó pályája kezdetén még a szocialista realizmus volt az uralkodó irányzat, kezdeti képei ezért még non-figuratívak voltak, vagyis nem a valós világ formáit ábrázolták. Később azonban egyértelmű jelrendszert kezdett használni, azt akarta, hogy képei mondani valóját mindenki értse. Károlyi András grafikái rendszeresen jelennek meg napi és heti lapokban, valamint egyházművészeti megbízásokat is vállalt, több templom falát is az ő festményei díszítenek. A művész azt mondja, egyik képesen befejezett, mert az alkotás egy soha véget nem érő intellektuális folyamat. Károlyi András hosszú ideig dolgozott pedagógusként, ebben azt tartotta legfontosabbnak, hogy megmutassa, a művekkel véleményt is lehet alkotni. Én nekem a rajzi tanításomnak az alapeszménye az, hogy ha valamivel szembesülünk, az nekünk ugye egy problémát olyan értelemben kell, hogy jelentsen, hogy arról véleményt kell alkotnom. A kiállítás november 13-áig látogatható a Barabás Villa galériában.